Itt van a gyerekek, Szabi mester, a gluténmentesbe, és lemaradtunk a nyújtásról, mert 6 órakor volt a kezdés, és valamiért bezavarták hamarabb. Úgyhogy a végeredményt azért fogjuk látni. Mit lehet tudni a gluténmentes pizzájáról a Szabinak? Különböző zöldségeket próbálom megjeleníteni ugye a pizzán, amit ugye a saját biokertünkből szedtünk, illetve... Saját magatok termeltétek egy részét a zöldségeknek? Ugye Szabinál van egy 9 magas ágyás, amiből próbálunk, és ugye próbálunk arra törekedni, hogy minél jobban ez a zöldségvonalra menjünk rá, mivel jelen helyzetben szerintem az fog elmenni egy... az jobban fog dominálni lassan, mint a hús. És ezért is választottuk azt igazából, és csak különböző zöldségek, marinált répa, szalad, sült répa van, répakrém, sárga paradicsom krém van, azt hiszem az alján, és akkor ugyanúgy bedíszíti még a tetejét. Kap egy kis pirított napraforgó magat, ugyanúgy, mint a Dueba, hogy a hajden a ropogós fog megjelenni, mint ropogós elem. 7 perc! A gyerekek, próbálom megtalálni nektek a pozíciót, de itt meg az oszlop lóg be. Akárhonnan nézem, na talán innen látunk valamit. Azaz. Ha hallottátok, hogy milyen szuper házi termesztésű otthoni dolgokból készíti. Szabi egyébként példaértékű abban, hogy mennyire törekszik arra, hogy itt lábnyom nélkül termesszen, készítsen minden. Ha teheti saját maga. És megy vissza, kérem még egy kis sütésre. Ugye félig elüstött a pizzát, és most kész lesüti feltétekkel együtt, hogy tökéletes legyen, ne száradjon ki, megőrizze a puhaságát, látságát a tészta, de ugyanakkor megsínyedek rajta a feltétek is. Úgyhogy nagyon várjuk, hogy mire lehet. És lassan el is készülünk, kérem szépen. Még egy utolsó ellenőrzés, hogy rendben van-e. Mindenre figyelni kell, visszarakod a lapátot a helyére, azzal is le vannak, amit el tudsz képzelni. Utolsó mozdulatok. Kommunikáció. Mi az, ami feltétként rajta van, honnan származik, hogy készült, hogy lett előkészítve. Atya úristen, látjátok ezt a csoda?
kedves gyerekek, még ismétlem, ez a gluténmentes versenyszám. Előtt a kovászos volt. És akkor most felkészíti a tesztfogyasztásra, kérem szépen. Csinos olasz hölgy az egyik teszter, aki megkóstolja majd. Most megy a gusztusos előkészítése a bírók számára. Ez is rendkívül fontos, hogy hogyan előkészítve. Hogy ez is a pontok az beleszámít, hogy hogy van feltálalva. Hogy mennyire jó vizuális élmény nyújt szeletben is maga a gluténmentes pizza. Hát egy csodát alkotott egyébként a duéba is. Nagyon sokat beszélgettek vele a bírók, hogy hogy milyen lett, milyen alapanyagokat használt föl, hogy készítette elő őket. Kivezetten kérték, mutassa meg, hogy miből készült, és ott van, kérem szépen, jön. Megnéztek az alját, megy el átsülve, és megkérem szépen a gluténmentes pizzáknak a kóstolása. Megpróbálok egy másik szeget találni, hogy rálátunk. És kérem szépen, a bírók elkezdték kóstolni a gluténmentes pizzát. Szabi mester, amit alkotott. Próbálunk ellopni érzéseket, gesztusokat, hogy ízlik nekik. Gondolom mindenki most forgatja magában az ízeket, mit tapasztal, milyen a tésztája. Sorry. Közben Szabi mester, ugye itt fontos az is, hogy utána minden tisztán kell otthagyni, úgyhogy szépen pakol össze, takarít utána magába, maga után. És a hölgyek pedig ott fogyasztják a gluténmentest. Érdekes, hogy itt egy férfi bíró sincs, csak hölgyek vannak. Így látom, hogy elég elfogyasztották az utolsó kóstolás, nem nagyon maradt belőle. A gyerekek, ez egy nagyon jó hír, hogyha elfogy a minta. Egy óra alatt nem éheznek meg a nők alatt, azok koplani képesek hetekig. Szerintem jól esetnék, hogy kitörli a tányért, hallod oda rész? Jaj, Szabi! Ez teli találat lesz. Az a hölgy tuti maxot ad. És aztán a többiek is a végére járnak, az összes falatnak. Egyedül az idősebb hölgy, aki nagyon óvatosan fogyaszt, de a többiek azt hiszem, hogy bepatintják. Ezek jó hírek, gyerekek, ezek jó hírek. És megkonzultálják, ki mit tapasztalt, hogy érezte az ízeket. És nincs mese. Gyerekek, a csajok bepatintották. És most jön, kérem szépen, a számokat kell figyelni. 10-es fölé mindegyik. És az utolsó falat is, kérem szépen. Hát ezek jó hírek. Folyt köp a holnapi nap, ez volt az első, gyerekek, a keddi nap, ahol a csapat jelentős része leversenyzett, de holnap is lesznek versenyzők.
Alexék, Szabiék, számtalan, ugye? Holnap milyen versenyszámban vagyunk még? A Szabiékkal? Pálá klasszika. Aha. És igazából ennyi. Aha, tehát akkor két szám lesz még. Két szám, az sem négy. Mind a hárman indultok klasszikába is. Aha, szuper. Hát akkor ott lesz hat. Csak a Szabi indul kettőbe. Igen. Akkor négy. Ja, szuper. Akkor reggel tudjuk az időpontokat, ugye? Reggel tudjuk meg, így van. Így, na, szuper. Akkor majd tájékoztattok, hogy tudjunk csinálni brutál jó eredményekkel felvételt. Sziasztok! Szóval megvolt a gluténmentesünk a saját lisztből? Saját lisztkeverékből. Gyerekek, ez nagyon durva. Tudjátok, milyen kevesen indulnak saját liszttel? Szerintem szinte senki. Biztos vagyok benne. Baromi necska. Figyelj, tudom, hogy te elégedetlen vagy, mert Totál. Ismerlek, az ne, örök elégedetlen vagy, fel. Viszont azt el kell mondjam neked, végigkameráztam ott a felvételen, az egyik bíró kitörölte a tányért, és az utolsó falatot is kitekerte a tányérról, és megette. Szerintem mindegyik az volt. Összesen. Szerintem éhes volt. Egy rohadt éhes. Hát biztos, nem, hogy nem volt éhes. Én egyáltalán nem voltam most ezzel megelégedve, nagyon vegyes érzelmeim vannak ma. Ahogy én úgy érzem, a kemencével voltak gondok? A kemencében mindig vannak gondok, szóval... Mi soha nem így állítjuk a kemencét. Mi olyan tésztával gyakorlunk, hogy fönt magasabb hőfokon, alul alacsonyabb. Látod, ahogy betettem, abba a pillanatban elkezdte elégetni az alját, és onnantól kezdve már veszett fejszennyele volt az egész, mert próbáltam föltenni a rácsra, próbáltam úgy sütni a rácson, de ugye mivel ez egy maglisztből készült, tehát ezáltal egy hosszabb sütés kell neki, mint az átlagos lisztkeverékeknek. Éppen ezért nekem tovább kellett sütni, ugye 12 perc a szintidő, ebből 8 perc volt legalább a sütés, tehát direkt elősütöttem, hogy utána rátegyem a krémet, rátegyem a mozzarellát. Szerintem rossz volt a mozzarella választásom is, mert azonnal elengedte a savot, amikor betettem a kemencébe, és ez egy kicsit elásztotta. Hiába sütöttem rá azt a bőrréteget. Maguk az ízek, az lehet, hogy rendben voltak, tudod, a marinált fenyőrűgy, a kis virág rajta, a kis tökszallag, a répák, a színes répák. Ez a része lehet, hogy jó volt, lehet, hogy ez oké, és meg lehet, hogy értékelik, hogy összekevertem a liszteket, de én magam nem vagyok megelégedve, most be kell, hogy valljam. Hát igazából ez az elégedetlenség vitt téged még az életedbe előre, hát igen. Hogy próbáltad kimaxolni, amit szerettél volna. Igen. Én azért azt látom a bírók arcán, hogy az, aki az először kitekerte a tányér, gyerekek, az látszott a tekintetén, hogy így bólogatva. Nézett át a szomszédjára az idősebb hölgyre. Lehet, hogy valami rendes volt, tudod, nem akarta bántani csórom, vagy a gyereket, vagy éhes, vagy valami. Én bevallom őszintén, hogy ugye most már negyedszer járunk itt, és igaziból mindig arra jövök rá, hogy valójában az arcukról semmit nem tudsz leolvasni ezeknek a bíróknak. Uh-huh. Se azt, hogy ízlik-e, se azt, hogy nem. Érzéseid lehetnek, de azok lehet, hogy falsak. És igaziból ez egy óriási tanulás nekünk mindig, és már azt gondolom, hogy fogom jövőre esetleg megcsinálni, hogyha jövőre is elindulnék. Nem tudom, ez most nem tetszett annyira, bevallom őszintén, nem vagyok meg elégedve. De hát ilyen hibázó. Holnap új nap, ugye? Holnap új nap, így van. Holnap is van egy rohadt nehéz kategória, például a pizza pálá, ugye a nagy pizza. Tehát a nagy pizza ismeretlen kemencén úgy megsütni, hogy az jól legyen. Az hány cent is? Hát az majdnem 60x40, tehát azért ez egy komoly darab, ilyen 35-60-55 közé kell valóba hozni. Azért ez egy komoly darab tészta, amit aztán tényleg normálisan kell megsütni, és aztán azt is elő kell sütni, majd visszamegy feltét, aztán dekoráció. Szóval az nem a legegyszerűbb. Aztán van egy klasszika, ugye, amin már meséltem neked róla, hogy én magamat és a kenyeret meg a kovászt szeretném bemutatni. Tehát az igazi pizza kenyér, az lesz a neve egyébként ennek a pizzának. Az pedig olyan, hogy vagy értik, vagy miről van szó, vagy nem. Vagy átmegy, vagy nem. Hát ennyi. Tudjuk már az időpontot, hogy mikor vannak holnap ezek a... Hát tudjuk, csak nem néztem meg, de valami. Jó. Akkor reggel beszélünk, és akkor mindenképp okay. Ott tudjak lenni. Okay. Mert eddig is baromi izgalmas volt egyébként, igen, és a csapat is nagyon-nagyon élvezte. És az összes magyar srác olyan gyönyörű dolgokat csináltak, hogy tényleg elképesztő. Én azt gondolom, hogy azért egyelőre innen még emelt fővel lehet távozni, magyarként is. És az, hogy egymás után voltunk ráadásul a túl kategóriába, azért ott megmutatta Magyarország az erejét, és ráadásul bele lettek csempészve olyan magyar dolgok, ahogy nálunk a pápusztai, ahogy nálunk a kis pisztráng, ugye a szomszédfaluból. Szóval én szerintem erről szól ez a kis szomszédból volt a pisztráng? Persze, lángfaluból volt a pisztráng. Hát ez hihetetlen, gyerekek! Ugye hát a saját biokertünkből vannak a zöldségek, meg a virágok, úgyhogy... Ezt mindig nagyon tiszteltem benned, hogy próbáltál a biológiai lábnyomodat minél kisebbet hagyni magad után, hogy magad termeld, magad hoz létre,
hogyha ha valamit lehet megcsinálni saját magad, akkor azt hogy tegyed meg, mint tegyed? Próbálkozunk. Most ez a gluténmentest, azt nem éreztem annyira, mert Szabi, mi nagyon köszönjük neked ezt, hogy itt részt vettünk egyrészt, meg láthattuk azt a küzdelmet, amit itt magyar csapat és ti is, és te létrehoztál, mert nekünk nagyon élvezetes volt, és gyönyörű volt az, amit létrehoztatok. De megérem, hogy többet gyakorlom, tudod, mert ugye nálunk nincsen a cégben gluténmentes termék, se gluténmentes pizza, tehát valójában amikor... Elképzelhető, hogy lesz valamikor? Hát egyszer biztosan lesz, szóval amikor eljövünk ide, gyakorlatilag akkor van időm megsütni egy ilyen pizzát. Ez azért szerintem sokkal többet kellene gyakorolnom most ezt a dolgot. Meglátjuk. Nagyon köszönöm ezt a köszönöm pár percet, szépen. Hogy sikerült egy kicsit csicseregnünk róla, és akkor holnap folytatjuk, gyerek, a szerdai nap folytkod. Az, hogy kint lehettem és forgathattam, és hogy meg tudtam csinálni ezt a szuper kis videókat, nagyon szépen köszönöm a Rovecki Mikinek, a Simon Daninak, a Fermento Pizzériának, hogy támogattak, segítettek szállást szerezni a barátokén keresztül, úgyhogy gyerekek, csak így lehet csinálni csapatmunkába, és így lehet értéket létrehozni, köszönöm szépen nektek.